Előző alkalmakkor nagyon sokat foglalkoztunk már azzal, hogy ha kitekintünk a kozmoszba, akkor mit látunk magunk előtt, a kozmosz mögött milyen szellemi entitások, szellemi lényiségek vannak, és hogyha ezzel, ennek arányában befelé tekintünk az emberbe, akkor mi az, ami eznek tükörképeként az emberi szervezetben, az emberi organizmusban felépül a kozmosz rendjének megfelelően. És amikor erre ránéztünk, akkor visszavezettük a kozmológiát egy kozmogóniai létesülés történetig, amikor megállapítottuk, hogy a mi naprendszerünk az a kozmoszt szűkebb értelemben a mi fejlődési területünket veszük, akkor az lényegében annak nyomán alakult ki, ahogy a tisztán szellemi lényiségek, a hierarchiák rendje fönnáll a szellemi világban. Most alapvetően az antropozófiai szellemi kutatás, szellemi megismerés nekünk a hierarchiák 9 karát vázolja föl. Ez nem azt jelenti, hogy ennél több hierarchia nem lehetséges, vagy nincsen, de a Rudolf Steiner által közvetített szellemi látás, szellemi tudás, ez az a kilencesség, amit számunkra föl tudott vázolni, és ami egyáltalán fogalmilag számunkra befogadható, és hát természetesen a fejlődésünk számára most ebben az időszakban, ebben a korszakban nagyon fontos, és erre tudjuk alapozni azokat a minőségi felismeréseinket, megismeréseinket, amiből magát az embert is föl tudjuk térképezni. Hogyha a hierarchiák 9 karára tekintünk, akkor azt is meg tudtuk állapítani, hogy ezek hármasságokra bomlanak alapvetően, vagy hármasságokra csoportosulnak. Ugye a harmadik hierarchia az angyalok, arkangyalok, személyiségszellemek csoportja, a második hierarchia a formaszellemek, mozgásszellemek, a bölcsesség szellemek, és végülis az első hierarchiának nevezzük, akik úgymond a teremtés forrásához, a teremtéshöz legközelebb állnak, az akaratszellemek, a kerubok és a szeráfok lényei. És ezen belül megállapítottuk, hogy akik a megnyilvánult világnak a létesülését, tehát hogy egyáltalán legyen, tehát a teremtés elindul, és a megnyilvánultságba a szellemi tervek, a legmagasabb isteni tervek elkezdhetnek kiviteleződni, ez az akaratszellemeknek, vagy más néven trónoknak köszönhető, és végülis az ő szférájuktól, az akarat szellemei hierarchiáitól számítjuk lefelé azt a világot, ami a megnyilvánult világ, és ez viszont már a hierarchiák szempontjából egy hetességre tagolódik. Azt is átbeszéltük, hogy ahogy a hierarchiáknak ez a hetes rendje az angyaloktól az akarat szellemeig megvan, és ez a szellemi létra, ezek a létra fokozatok megvannak a szellemi világban, pontosan ennek a rendnek megfelelően tagozódik a mi naprendszerünk, illetve ezen belül a bolygószférán. Na most a bolygószférát az többféleképpen is fölvázolhatjuk, többféleképpen ábrázolhatjuk. Itt most, amit éppen látunk fölírva, ez az a fajta rendszer, az a fajta fölírás, amit Ptolemaioszi rendszernek szoktunk emlegetni. Ennek az a lényege, hogy a fejlődés középpontjában a Föld áll, és a Földtől távolodva vizsgáljuk a bolygókat, hogyan helyezkednek el a Földhöz képest, de elsősorban nem térbelileg, tehát nem azt számolgatjuk, hogy hány kilométerre vannak a Földtől ezek a planéták, hanem azt számoljuk, hogy az időbeli ritmusuk a Föld körüli pályájukon, vagy ha úgy tetszik, mondhatjuk azt is, hogy látszólagos pályájukon. Tehát ez a fejlődés szempontjából, vagy a hatások szempontjából a lényegen nem változtat. De az időbeli ritmusok, a keringési ritmusokat vesszük figyelembe. És hát magától értetődik, hogy a Föld körül leggyorsabban körbe keringő, körbe haladó, körbefutó planéta az a Hold, ez hiába a Föld csatlósaként, a Föld kísérőjéként tartjuk számon, ez akkor is önálló planétaként, tehát hatásmódjában önálló planétaként értékelendő a naprendszerünkben. Ezt követi a Merkur, hogyha az időbeli ritmusokat vizsgáljuk, akkor az utána következő úgymond leggyorsabb bolygó a Föld körül, amit tudunk vizsgálni,
ez a Merkur, aztán jön a Vénusz, és hát a napnál is egy pillanatra akár leakadhatunk, hogy hát ugye a nap az a központi csillag a naprendszernek. Igen, egyik aspektusból az is teljesen megfelelhet, hogy mint álló csillagként vizsgáljuk, mint központi égitestként, de ebben az értelemben, ebben a felsorolásban, ha a Földet, mint a fejlődésnek a középpontját vesszük centrumnak, akkor ebből a szempontból a napot is planétának, önálló planétának vizsgáljuk. Tehát a Vénusz után a nap következik. Hát ezt a legkönnyebb ugye megvizsgálnunk a ritmus szempontjából, mert ez egy pontosan egy éves ritmus a Föld körüli pályáján, amit bejár. Aztán következik a Mars bolygó. Ugye eddig voltak az úgynevezett napközeli bolygók, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy nap alatti szférák. Na most innétől pedig kifelé haladunk, ugye a nap távoli bolygókhoz, vagy úgy is szoktuk ezeket mondani, hogy a nap fölötti szférákba emelkedünk a szellemi világba egyre tovább, mint ahogy a hierarchiáknál is egyre magasabb rangokhoz kerülünk. Ugye ezek az angyalok, arkangyalok, személyiségszemek, ezek az elnevezések egyben ezeknek a lényiségeknek, lényseregeknek a rangjait is jelenti. Tehát itt a bolygószféra szempontjából is egyre magasabb szellemi minőségekhez jutunk, és a napot elhagyva a nap fölötti szférákba, ugye először a Mars szféra, ugye a Marsnak, hogyha a Földről nézzük a keringési ritmusát, az 2 év, aztán következik a Jupiter szféra, az ugye 12 évenként tér vissza az égboltnak ugyanarra a pontjára, tehát egy 12 éves ritmust jár be, és végül most ebből a szempontból a naprendszerünknek a határát, és ezzel összefüggésben, amit mondtunk az akarat szellemeinél, a megnyilvánult világ határát elérjük, de bolyók szempontjából a naprendszerünk burkát határát elérjük, ez a Szaturnusz szférája. És ugye Szaturnusz, aminek közel 30 éves keringési ritmusa van, hogyha a Földről vizsgáljuk, de egyébként a távolságok érdekes módon itt már olyan mértékben kiegyenlítődnek, hogy így mondjam, hogyha a napot vesszük középpontnak, akkor és a Szaturnusznak a nap körüli keringését, az is 30 éves ritmus. Tehát ott már egyszer nincs akkora különbség, hogy a Földről nézett Szaturnusz látszólagos pályát vizsgálom, vagy a nap körüli keringési idejét vizsgálom, ezt most csak zárójelbe érdekességként jegyzem meg. Most persze tudjuk, hogy vannak még az újabban 18., 19., illetve a 20. század első harmadában felfedezett bolygók, illetve a Plutó már csak kis bolygónak, illetve törpe bolygónak számít, de van még az Uránusz, a Neptunusz és a Plutó, de a mi naprendszerünk fejlődési szempontjával és a földfejlődés szempontjával ezektől most egyelőre eltekintünk. Erről majd egyszer valamikor lehet, hogy egy teljesen külön előadást érdemes tartani, de abban mindenképpen meg tudunk állapodni, hogy alapvetően, ha a naprendszert és ennek az ősképszerűségét veszük, akkor a Szaturnusz ennek a határa, és utána a álló csillag szférába haladunk tovább, ugye ez azt mondhatnánk, hogy itt a tisztán szellemi szférának egy külső tükröződéséről van szó. Tehát, hogyha az álló csillag világra tekintünk, ez nem más, mint a legmagasabb szellemi világoknak az üzenete. Ha most a szellemi lényiségek szempontjából néznénk, akkor alapvetően a kerubok, szeráfok, akik meghatározzák az álló csillag világnak az elrendeződését, azoknak a törvényszerűségeit. Most ezen belül, arról is sokszor beszéltünk már, hogy van egy nagyon fontos, megkülönböztetett jelentőségű álló csillag minősége, ami a földfelülés szempontjából nagyon fontos, ez az állatöv gyűrűje. Tudjuk, hogy a Föld körül egész gömbszerűen csillagok sokaságát, megszámlálhatatlan sokaságát látjuk, de kifejezetten a földfejlődés és a naprendszerünk fejlődése szempontjából kitüntetett jelentőségű az állatöv. Az állatöv 12-essége, ahol 12 állatövi csillagképet különböztetünk meg. És ez a 12 állatövi
csillagképnek a szellemi minőségeit, úgy is hívjuk, hogy kerubi szféra, vagy kerubi régiók ezek, nem véletlenül utalva arra, hogy melyek azok a hierarchiák, kik azok a hierarchiák, akik alapvetően ezeknek a szellemi ősképeit, szellemi alapjait lefektették, lehelyezték, hogy maga a állatőr gyűrűje megszülethessen. Tehát így épül fel a tisztán szellemiségből, a tisztán szellemi lényszerűségek, mint egy lenyomataként, emlékeként, emlékezeteként, részben a bolygó hetességünk, tehát az egész naprendszerünknek a felépítése, amely alapvetően a földfelüldésre gyakorol hatást, és ott van még az állatcsillagvilág, ezen belül az állatöv, ami kiemelt jelentőség a földfelülés szempontjából. Na most a múltkor elkezdtük taglalni, hogy ennek milyen az emberben, az emberen belül milyen különböző lenyomatai vannak, milyen szervrendszerek, sőt milyen szervek adódnak ezeknek a kozmikus minőségeknek, kozmikus principiumoknak a lenyomataként. És most nem hoztam el minden táblát és minden felosztást, mert ott még ennél jóval többet ábrázoltunk, mert most nem kifejezetten az a fizikai, anatómiai, fiziológiai felépítésünk rendszerét fogjuk tárgyalni, hanem egy picit más irányba fogunk kanyarodni, de utalhatunk nyugodtan arra, hogyha a 7 fő bolygó szervre utalunk, akkor ugye azt is felsoroltuk, sőt még azon belül lénytag viszonyokat is föltérképeztük, hogy hogyan alakul a Szaturnusz révén ki az emberben a lép, a Jupiter révén a máj, a Mars révén az epe, a Nap révén a szív, az ember benső centruma, aztán a Vénusz révén hogyan keletkezik, hogyan jön létre a vese, illetve a vesék, a Merkur révén a tüdő, és végül a Holdhoz társítottuk a szaporodási szerveket, magának a reprodukciónak az emberben lévő szervezetét. És eljutottunk ezentúl odáig is, hogy elkezdtünk beszélni arról, hogy az emberben a tudatképzés szempontjából mi adódik abból, hogy itt van ez a hetesség. Na most itt a múltkor megtárgyaltok alapján függesztettem ki ezt az egyszer már fölvázolt minőséget, ezt a hetességet, ami tudatunkban jön létre. Na ezt fogjuk egy kicsit most bővebben körüljárni, és ehhez teszünk hozzá néhány olyan tovább lépési lehetőséget, amiből tovább tudjuk bontakoztatni az ismereteinket. A Hold alapvetően a mi tudatalatti lenyomatainkat tartalmazza, és alapvetően minden alapvető hangulati ösztönös benyomásunk innét keletkezik, ebből a bennünk lévő Hold minőségből tör föl a mi tudatunkban. Ugye a Hold az nagyon erősen hat a nedvekre, a vizes közegre, és minden, ami bennünk nedv vagy nedvkeringés, abban egy bizonyos módon a Hold is hatással van a nedvekre, és amennyiben nekünk van egy benső nyirokrendszerünk, amiben az egész szervezet és a különböző szerveknek a működése, ezeknek a kiválasztási termékei megjelennek, tehát amennyiben kering bennünk a nyirok nedv, annyiban a Holdnak a hatását is megtaláljuk ebben, és bizony ebben a tudat alatti nyirokrendszer által adódó ösztönös jellegből adódik az, hogy mi különböző hangulatokat és ösztönös, nagyon mélyről följövő élményeket hozunk fel a tudatalattinkból. És ott egyre csak megállapítottuk, hogy ha a Merkurt egy bizonyos módon az anyagcseréhez társítottuk, ezt ugye meg lehetett állapítani a különböző összefüggések gyanát, erre most nem fogunk részleteiben már visszamenni erre az összefüggésre, most csak kimondjuk, hogy a Merkur egy bizonyos módon az emberi anyagcserével is rokonságban van, sok minden más képvisel még a Merkur a kozmoszban és az emberben egyaránt, de alapvetően az anyagcserével is kapcsolatban van, és hogy ez egyfajta tompa ing gondolatot
eredményez az ember lelki működésében, tovább mentünk, hogy a Vénusz pedig egy tompa én érzést eredményez. Na most, és ugye ha a Merkur az az anyagcsere tevékenységet társítottuk bizonyos módon, a Vénusz az a mirigy tevékenységet tudtuk hozzávenni és hozzá társítani, és azt mondtuk, hogy itt egy tompa én érzés alakul ki. Mindjárt vissza fogunk térni, hogy ez bővebben mit jelent, mert ezt akkor nem tárgyaltuk részletesen, ebbe az irányba fogunk egy kicsit tovább bevezni, de szaladjunk végig még ezen a soron. Maga a nap mégiscsak egy fővilágosító a naprendszer szempontjából, mégiscsak ellát egyfajta centrum szerepet, egy központi szerepet a naprendszerben. Ez a középpont, ez a központ, ez minőségileg ugyanaz, mint a mi belső középpontunk, vagyis a mi szívünk. Tehát ez ugyanaz a principium, ugyanaz a minőség, és alapvetően az, amit mi mikrokozmikus éntudatként hordozunk magunkban, ez a minőség ehhez a principiumhoz, vagyis ez a belső naphoz kapcsolható, belső naphoz társítható. Miért van ez így? Ugyanis a nap, azt lehetne mondani, hogy ha most tényleg a térbeli mozgásokat vennénk a naprendszerben, akkor a naphoz vannak kapcsolódva a környező planéták, a Földet is beleértve, és az azt jelenti, hogy tényleg centrumként szerepel, az azt jelenti, hogy ő mindent szemlél, mindent megvizsgál, és mindenről tud, ami a naprendszerben folyik, és az azt jelenti, hogy hozzá képest is meghatározhatók azok a keringési ritmusok, azok a keringési pályák, amiket a különböző bolygók leírnak. Tehát ha a napot ilyen módon egy centrumként szerepeltetjük, akkor a nap az, aki követi minden egyes planétának a mozgását és a ritmusait. Tehát az azt jelenti, hogy mindenről tud, ami az egész naprendszerben zajlik, és benne minden tükröződik, és minden központosul. Éppen ez egy nagyon fontos lényege a nap lényiségének és a nap természetének, hogy amit ő fényben kisugároz a egész, nem csak a naprendszerben, hanem az egész kozmoszban, az nem csak az ő bizonyos értelemben, persze a saját fénye, mert álló csillagként ismerjük meg, mondjuk például a fizikai csillagászat szempontjából. Igen ám, de szellemi szempontból ezt meg is fordíthatjuk a dolgot. A nap épp hogy azért tud egy teljességet kisugározni, fényminőség és bizonyos módon meleg minősége értelmében a kozmoszban, azért tudja ezt a sugárzást, mert minden benne van, ami a planétákból beleárad, amit a planétákból fölvesz, tehát ami összegyűlik az egész naprendszer különböző bolygóminőségeiből. Tehát lelki-szellemi szempontból a nap mindazt kisugározza a naprendszerbe és a kozmoszban, ami az összes planétában megtalálható. Most, hogyha az antropozófiában egy kicsit gondolkodunk, akár a földtörténetben, és egy nagyon egyszerű példát akarunk ebbe hozni, hogy például az atlantiszi fejlődésben, ahogy megismerjük a szellemi kutatásokból, van az a bizonyos 7 orákulum bölcsesség, amit a Földön meghatározott beavatottakon keresztül közvetítettek az emberiség felé, és ebből a legmagasabb a napbölcsesség volt, a nap orákulumnak a bölcsessége, amiben mind a 7 bolygó bölcsesség ötvöződött és benne foglaltatott. Tehát a nap beavatott, az birtokába volt az egész hetesség bölcsességének. Tehát, hogyha egy ilyen példát esetleg előveszünk a szellemtudományos ismereteinkből, akkor rögtön van egy szinkron, ami alapján beazonosíthatjuk, hogy igen, valóban a napnak van egy ilyen összegző kiáradása az egész naprendszerre. Na most, hogyha ez így van, és megnézzük, hogy bennünk az én tudatnak hogyan kell működnie, hogy az énben alapvetően minden tulajdonságnak, minden lelki minőségnek összpontosulnia kell, és végül is az a cél, hogy az én a lelki erők fölött egy meghatározott uralmat szerezzen és uralmat gyakoroljon. Végül is ez a mi fejlődésünk, hogy az én tudatunk kontrollja alá vegyük a belső lelki erőinket. Na most mik ezek a belső erők? Miből adódnak ezek? Ezek a belső lelki erők alapvetően az asztrál testben alakulnak ki, az asztrál testből adódnak. Tehát az én
mint olyan, alapvetően egy szellemi minőség, igen ám, de itt milyen én tudatot látunk? Itt már azt az én tudatot látjuk, aki az asztrál testbe beleereszkedett, az asztrál testbe elfoglalta a helyét, és az asztrál test erőiből kezdte el kibontakoztatni azt az eszközkészletet, amivel a Földön aztán működik, és a földi megismerési útjára ezekkel az eszközökkel indul el. Tehát itt egy mikrokozmikus énről beszélünk, vagy mondhatom nyugodtan, hogy egy kicsi énről beszélünk. Miért? Mert valójában egyen, mégiscsak bizonyos módon egyenrangúnak vesszük a hét planétával, azon túl, hogy a bolygórendszer hetességében egy megkülönböztetett szerepet játszik, egy vezető szerepet játszik egyik oldalról, másik oldalról pedig mégsem helyezik ki őt az álló csillagvilágba, hanem mégiscsak a mi naprendszerünknek a részeként, planétaként is kell egyben értékelni. Tehát itt van egy érdekes kapocs, hogy az a tisztán szellemi én, aki elindul a legmagasabb szellemi világokból egy új inkarnációnak a összeszövéséhez és megteremtéséhez, ez a szellemi lény akkor éri el azt az állapotát, amikor ez a mikrokozmikus én megszületik és központosítja magában a lelki erőket, és kezében tartja, legalábbis erre törekszik, kezében tartja a fejlődés folyamán, egyre inkább erre törekszik a lelki erőit, az ebben a nap minőségben fogalmazható meg. Na most, hogyha ugye tovább megyünk, akkor ugye látjuk azokat a emberi magasabb tudati képességeket, ami már kifejezetten annak köszönhető, és csak annak, és csak is annak tudható be, hogy az embernek énje van. Mégpedig olyan módon inkarnálódott énje van, aki az asztrál testben helyet foglal, és ezen keresztül birtokba veszi az alacsonyabb testeket is, az étertestet és a fizikai testet. Na most, hogyha ez a én tudattal átadott asztáltestnek egy magasabb tagozódását veszük, akkor az első, ami a nap fölötti szférához, a Marshoz társítható emberi képesség, ez a beszédnek a képessége, ami kifejezetten a Marshoz tartozik. Ezt a Mars minőséget fedezzük fel benne. Ennek az egyik ismérve, hogy a Marsnak a visszatérési ritmusa az 2 év, és a gyermeki fejlődésben körülbelül ennyi időre van szükség ahhoz, hogy a gyermek a beszéd képességét elsajátítsa, hogy megtanuljon beszélni. Ugye az első, ugye ezt szoktuk mondani, ez nagyon gyakori akár a terápiás, akár a pedagógiai, akár a teljesen általános önismeretet felülelő ember ismeretben, hogy az ember első 3 éve az egy hihetetlen, nagyon fontos 3 szellemi ajándékot tartalmaz, amit lehozunk magunkkal emberi képesség gyanánt. Az első év a felegyenesedés, a második év a beszéd, és a harmadik év az gondolkodás alapvető csíráinak a lehelyezése. Na most itt akkor egy picit ugrunk is rögtön a szférákban. A Jupiter hatásának, a Jupiter minőségének köszönhető, hogy bennünk a gondolkodási erők létrejöhetnek, és hogyha most egy picit visszautalunk a kozmikus ritmusokra, alapvetően a Jupiternek egy teljes körforgása az 12 év, és az első negyed, tehát amíg a születési pillanathoz képest egy negyedet, egy 90 fokot halad el az égbolton a Jupiter, ennyi időre van ahhoz szükség, hogy a gondolkodás első minimális csírái megjelenhessenek. És 12 év kell ahhoz, hogy a gyermeket igazán a gondolkodást úgymond tiszta principiumával lehet terhelni, és az absztrakt gondolkodást képes már elsajátítani úgy, hogy a belső szervezete ne károsodjon, és az éteri erőit ne emészze föl túlságosan az a tréning, az a belső munka, ami az absztrakt gondolkodásnak a munkájával és feladatával jár. Tehát ez 12 éves kor környékén jön el az az idő. És ez reprezentálja a Jupiter és a Jupiternek a körforgása, illetve az egyszeri teljes körbeérése, keringése.
És aztán elérünk a Szaturnuszhoz, ami alapvetően a felegyenesedés erőit adja az embernek, ennek a lehetőségét adja. Sok minden mást is, ebből mi néhányat ma még át fogunk tárgyalni. Az egyik a felegyenesedés. Ugye ez az első év, amikor alapvetően ugye 28-30 év között, ugye nem egészen 30 év a Szaturnusz pályájának a begyűrűzése, még egyszer teljesen körbeért, tehát azt lehetne mondani, hogy a születési pillanathoz képest még egy teljes kört leír a Szaturnusz, ez nem egészen 30 év, de ez közelít ahhoz a számhoz, ami egy 4x7-eséget foglal magába, tehát amíg az én úgymond teljes jogában birtokba tudja venni a magát, az inkarnátumot. Ugye tudjuk, hogy ennek egyik küszöbe az asztráltest teljes kiképzésével jön el ez a 21 éves korú körszak, az akkor lemegy 3x7-esség, de még a 4x7-esség, ami alapvetően azért a fiatal ember egy érző lélek minőségen dolgozik, de hogyha egyszer minden lénytagnak adatik 7 év, amíg teljesen kidolgozódik, teljesen kimunkálja a belső erőit, teljesen lehozhatja ezeket a fizikai világba, az énnek is adatik egy 7-esség, amíg megteheti, hogy a saját belső erőit az inkarnációba, az inkarnátumba belevezeti, és onnitól kezdve tényleg önálló lényként az élet feladatainak, a karmikus feladatainak neki láthat. Tehát ez a Szaturnusz, és ebből a Szaturnusznak egy éve, tehát az a kis szelet, amit egy év alatt halad az égen a Szaturnusz, ez reprezentálja azt, hogy lebocsátja a szellemi világból, ugye egyetlen egy küszöbb áttépést jelentíti a megszületett gyermek felé. Tehát ez az egyik olyan bolygó hetesség tükreként megjelenő lelki tagozódás, ami megjelenik az emberben, úgy, hogy számításba veszük természetesen az ember ényét, tehát nem csak asztrál teste van, az asztrál testben nőnek ki a lelki erők, és az én ezeket a lelki erőket használja. Most azt bontsuk ki egy picikét jobban, hogy ezek a lelki erők, akkor mit is takarnak pontosan, vagy milyen összefüggéseket mutatnak még számunkra, és hogyha az asztrál testben, alapvetően a lélekben ezt feltérképeztük, akkor egy kicsit tovább fogunk menni, lejjebb megyünk, beljebb megyünk az emberi lénytagrendszerbe, és azt is meg fogjuk nézni, hogy az étertestben akkor ez a hetesség milyen lenyomatot képez. Tehát ma, ha számításaim szerint, ha minden igaz, akkor el fogunk jutni a 7 élet fokozatnak a megtárgyalásához is reményeim szerint. Mielőtt tovább megyünk, egy apró megállapítást tehetünk ennél a felosztásnál, és ehhez egy icipici kitőjét szeretnék tenni, ami hát esetleges tovább gondolkodásra is lehetőséget ad. Itt nézzük meg, hogy ahogy haladunk a holttól fölfelé, akkor a tudatnak egy egyre magasabb fokú minőségét, egyre magasabb fokú felébredését látjuk, vagy hogyha a napot veszük most viszonyítási pontnak, hogy az ember alapvetően egy én, és van egy centrális én tudata, akkor azt lehet mondani, hogy a nap alatti szférában, hogyha lefelé megyünk, minél inkább lefelé megyünk, annál inkább egy tompa tudat van, annál inkább vegetatív, ösztönszerű a tudatképzés. Hogyha a nap fölötti szférákba haladunk, akkor minél inkább följebb megyünk, annál inkább az emberben ébredő én erőket és belső erőket látjuk, úgymond kibontakozni. Na most, hogyha ezt a folyamatot úgy nézzük, hogy ezek a szférák, úgymond az ember számára bejárhatók két módon. Az egyik, hogyha a halál után átlépünk hát ebből a szempontból a lelki világ először is, ugye a lelki világ kapuján, a holt kapun átlépünk, akkor bejárjuk ezeket a szférákat sorra, vagy a másik a beavatás, ami megint csak arról szól, hogy át kell lépnünk a holt kapun, és a holt kapun átlépve ezeken a szférákon ugyanúgy végighaladhatunk.
Tehát meg lehet ismerni, meg lehet ismerkedni ezekkel a principiumokkal, és itt egy nagyon érdekes minőséggel találkozunk, hogyha megnézzük azt, hogy mit is takarhat a beavatás, mint olyan, és mit jelenthetnek ezeknek a bolygó principiumoknak a megismerései, hogy ezekkel egy közelebbi kapcsolatba kerülünk, akkor hozzáfordulhatunk például a mesevilághoz, vagy a mitológiához, amiből nagyon sok érdekes dolgot tudunk meg, hogy hogy látták ezt régen, és hogy ma ez például hogyan jelenik meg. Ez a hetesség ugyanis bennünk mintegy egyszerre működik, tehát nem a hétköznapi életben egyáltalán nem szedjük ezt szét így darabokra, hogy vannak ezek a lelki minőségek bennünk, hanem ezek szinte egymásba hullámozva, egyszerre, állandó folyamatban, leföl hullámozva, egymással összefüggésbe kerülve működnek, de hogyha a bolygószférába a lélek kitágul, vagy kiterjeszkedik, akkor bizony ezt a hetességet differenciálva éli meg, olyan, mintha az embernek az énje, vagy az én tudata hét felé szakadna, hét felé bomlana, és ezt a hetességet kell egyfajta centrumban összefogni, ez olyan, mintha a napminőségben el kellene érni azt a szintet, hogy mi az én tudatunkat összetartsuk. Na most így megnéztem azt, hogy mondjuk a magyar népmese kincsben például hogyan érjük tetten, mondjuk azokban a mesékben, ami kifejezetten beavatási rítust elmondó mesék, vagy ezekkel kapcsolatban tesznek közléseket, és kapásból találtam hármat nagyon gyorsan. Az egyik a Kígyó Darvitész című mese, a másik a Rózsavitész című mese, a harmadik pedig a Vas Laci, az én nagyon régi és nagyon nagy kedvencem, a Vas Laci című mese. Most, hogyha valaki rákérdezne, hogy ez a nagy kedvenc azért van, mert a címszereplőt is Lacinak írják meg engem is, akkor azt fogom mondani, hogy ez csak a véletlen műve természetesen, tehát ez teljesen véletlen, hogy őt is Lacinak hívják, de ezekben a mesékben, mint beavató mesékben, tehát ezt nagyon jól végig lehet követni, most nem fogjuk ezeket elemezni, mert akkor körülbelül reggel itt kezdhetnénk ennek folytatásaként az okkult fiziológián, de néhány dolgot érdemes itt megemlíteni. Mind a három mesében megjelenik alapvetően két motívum. Az egyik, hogy a főhősnek meg kell halnia, mégpedig nem akárhogy, hanem úgy, hogy darabokra vágják, vagy szétmarcangolják, és utána egy megfelelő módon össze kell a kis darabjait a főhősnek forrasztani, de nem akármilyen módon, hanem varázsfüvekkel, és nem is akárki teheti meg ezt az összeforrasztást, hanem mindegyik esetben kígyók teszik meg. A Kígyó Darvitészben, hát meglepően a címe is sugallja ezt a minőséget. Abban van különbség a mesékben, hogy ki fogja megölni éppen a főhős, tehát egy halálprincipium mindenképpen át kell menni, ez azt jelenti, hogy nincs mese, az lelki-szellemi világ küszöbét csak akkor lépjük át, hogy ha nem a konkrét fizikai elhalálozással, akkor is egy úgynevezett kis halálon a beavatással át kell lépni, enélkül egyszer lehetetlenség találkozni a naprendszer szellemi principiumaival. Tehát az egyik az, hogy ezen a halálminőségen át kell menni, ugye a Rózsavitézben óriások ölik meg, és úgy kezdődik, hogy elindul egy fiatal ember, akit úgy hívnak, hogy Rózsa, és a hetedik havashoz, amikor ér, akkor egy óriások által létrehozott birodalmat talál, és az ő kastélyukba bemegy, de hát hazamegy, nincs otthon a hét óriás, és abban a pillanatban, hogy a hét óriás hazamegy, rátalálnak, abban a pillanatban darabokra szaggatják, és kihajtják az ablakon. Ez az első találkozás ezzel a minőséggel, tehát nem lehet csak úgy, hogy nekiszaladok, így végig suhanok a hetességen, ezen a belső megismerési folyamaton, így egyről a kettőre, és akkor ez így le van tudva. Mert ez azt jelenti, hogy én egy darabokra szakítottságot tudok megélni. Ugye a Kígyó Darvitészben ott
a tatár vitéz bizonyos csellel ellopja tőle a különböző varázseszközöket Kígyó Darvitéztől, és hát legyőzi Kígyó Darvitézt, a tatár vitéz darabokra vágja, és aztán természetesen megint csak össze kell forrasztani valahogy, és a Vaslaciban pedig a sárkány tépi darabokra. Tehát ebben különbözik a történet, de mindegyiknél egyrészt megjelenik a hetes szám, tehát ezt nyugodtan meg lehet nézni, utána lehet nézni, mindegyiknél megjelenik a hetes szám. A másik pedig az, hogy a Rózsa Vitézben egy olyan elvarázsolt király kisasszony forrasztja össze, aki először csak olyan kígyó, akinek leányfeje van, aztán az első halál és összeforrasztás után hónai kivetkőzik a kígyóbőrből, és már mondom, melkasig lesz ember, és aztán a harmadszor is ugye még széttépik a ellenfelé az óriások rózsavitézt, és utána vetkőzik ki teljesen kígyóbőrből ez a leány, aki természetesen nem más, mint a bölcsességgel, az énnel áthatott önzetlen lelkiség. Tehát az az áttisztított lelki szféra, ez tulajdonképpen a bolygószféra, ugye erről is sokszor megemlékeztünk már, ez tulajdonképpen a lélek szférája. Még akkor is, hogyha azt elmondhatjuk, hogy alapvetően a elemi, illetve lelki világ szűkebb értelemben a Holdtól a Vénuszig tartó, illetve a Napig tartó régiókra vonatkozik, és a napon túli szférákat már alsó Devahánnak szoktuk nevezni és emlegetni, ami nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy alsó ház, ahogy a Devahán, ez a szellem háza, tehát alsó háznak a szellemek részére, és a felső Devahán, ami már az álló csillag szférában található, de alapvetően mégiscsak igaz az, hogy a Szaturnuszig bezárólag, ami naprendszerünk, az egy lelki szféra, tehát a bolygószféra egy lelki szféra, tehát a mi lelki tartományunk ez a hetesség. És az azt jelenti, hogy az a kígyó, ugye a Kígyó Darvitézben ez a kígyó bőrbe bele kényszerített leányzó, aztán a Vaslacinál egy kis kígyó, aki kiment a tűzből az elején, Vaslaci, és a Rózsa Vitéznél van a leánya, kifejezetten így fokról fokra kibontakozik a kígyóbőrből, és szintén kígyók ragasztják össze a halál után és a darabokra vágás után Kígyó Darvitézt is, és mindegyikben szerepe az, hogy a bölcsességet, a tanulást a kígyóktól szerzi meg a főhős. De mi ez a kígyó? Na most a kígyót azt nem csak úgy lehet ábrázolni, ahogy a bibliai hagyatékban van, vagy a bibliai képrendszerben van, hogy az a megkísértő, és alapvetően csak a gonosz testesíti meg, hanem a kígyó alapvetően az, ami az emberben bölcsességként, egyéni bölcsességként jelenik meg úgy, amit az ember a kozmoszból vesz kölcsön, kozmoszból tud megragadni, és ez a bölcsesség, ez az, ami betölti, ezzel betöltekezik az én, és áthatja az egész lelki rendszerét. Ez azt jelenti, hogy már nem kell két részre szakítottan, darabokra szakítottan ebben a lélekvilágban elvesznie, hogyha kilép a szellemi világba, akár a halál után, akár a kis halállal a beavatásban, hanem összeforrasztja őt ez a bölcsesség. Na most, amikor ez a bölcsesség az én számára úgy adódik, hogy ez nem az én tudásom, nem az én bölcsességem, hanem olyasmi, ami a kozmosz törvényszerűségeit, a kozmosz igazságait leképező önzetlen bölcsesség, tehát én egyszerűen csak hordozom ezt, kölcsön kaptam a kozmosztól, na akkor következik be, hogy ez az önzetlen tiszta lelkiség, vagyis ez az elátkozott király kisasszony kilépett a kígyóbőrből, és akkor úgymond a Frigy, a főhős és a király kisasszony között megtörténhet. Tehát ott van alapvetően az a szellemi potenciál, az a principium, amit maga a főhős mutat, és ott van a leány képében
az a lelkiség, aki eleinte elindul egy úton, és óhatatlanul egy lefokozott állapotba kerül, de ebből a lefokozott állapotból építhető föl a bölcsesség állapot, és azon keresztül egy önzetlenségnek az elérése, és az önzetlenségből pedig aztán tovább lehet lépni, hogy a hét lélek principia mint egy összefogva, egy teljességben adódik, és aztán természetesen nincs itt megállás, hanem megy tovább a történet az álló csillag szférába, és hát a szellemi királyság újra egyesülése lehetővé válik, tehát a szellemi énnel való találkozás. Ugyanis, ahogy ugye ezt is sokszor emlegettük már a tanulmányaink során, hogy a tisztás szellemi én és az a mikrokozmikus én, amit mi a mindennapjainkban hordozunk, és amivel az, akár az utunkat, az önismereti utunkat, vagy a szellemi utunkat járunk, az nem egy és ugyanaz. A tisztás szellemi én az nem jön bele az inkarnációba, annak egy része teljesen tisztán marad a szellemi világban, és ennek egy cseppje, egy nyúlványa merül alá az asztralitásba, ebből épül ki a lelkiség, és ez az a fejlődési kör, amit itt most áttárgyaltuk.